Egy hét alatt nulla kérdés. Nem jöttek kérdések a videók alá. Bár nézitek őket. Akkor én hogyan tudok válaszolni? Szálem alaikum. Iszom a májtisztító natúr almalevemet, és nem értem, hogy miért nem jöttek kérdések. Egy hét alatt zero. Se az afrikai utamról, se azokról az utakról, ahol majdnem lelőttek. Nincsenek kérdéseitek? Akkor én mit mondjak? Béke legyen veled. Én is mondjam a monológokat, a narcisztikus lavina hegyeket, ahogyan itt a csövesek világában, értsd, YouTube, mindenki adja magát. Miközben bekapcsolom a kamerát, a mikrofont felteszem nagy érzékenységű hatótávolságra, és a gyermei RT vagy ZRT vagy nem tudom kik dömperei pont ekkor indulnak be, hogy legyen egy jó, stabil homokcsikorgató háttérzaj. Péntekre ígértem egy egyiptomi különleges utazásomnak a bővített változatát. A fel nem használt, hatalmas archív felvételi anyagoknak egy kis bemutatásával, profin összevágva, hogy élvezzétek az életet, hogy van remény, hogy miután megtekintetétek azt, amit elhoztam nektek, Afrika mélyéből, akkor ne menjen el az utolsó életkedvetek maradéka is itt, ebben a gyönyörű laborban, melyet Kárpát-medencének hívnak, és ahova én is visszajöttem, 50 éves fejjel. De miért? Pilinszky, mondd egyszer! A művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. Kezdem érezni a veszélyét a mentális betegségek manifestójának a közelemben. Ugyanis ülök 15 négyzetméteren, meg vagyok pakolva kütyükkel az utóbbi 20 év eredményeképpen kamerák, világítások, mikrofonok, 5 monitor, mindent hazahoztam. Lehet, hogy még néhány magyar privát kereskedelmi stúdió is megirigyelni, hogy 15 négyzetméteren micsoda technika szorult belém. Na de minek az? Hiszen csak egy telefonnal készítek felvételeket, még a Hortobányon is. Állj meg! Kösz. Milyen az élet itt? Ja. Jó. És hol találta magának a feleséget? Itt nincsen semmi. Nem, elvált vagyok. Amúgy. Uh-huh. És ami interneten tanulkoztam. Az jutott eszembe, hogy belenéztem ennek az embernek a kék szemébe, hogy nem valószínű, hogy ő tömi magát antidepresszánsokkal meg még egyéb bogyókkal, ugye? Mi a véleménye? Egész napos zen meditációban van. Éjszaka alszik, átjár a másik világra a szelleme, reggel felkel, elkezdi a zen meditációt, és estig zenbe van. Minek kell a sok kütyű? Broadcast compatibility. Broadcast safe. Ezt mondják. Na. Duma az egész. Ami a lényeg,
mennyi lóvét vegyünk ki az emberek zsebéből. Ilyen egyszerű. Úgyhogy nem jött egyetlen egy kérdés sem. Az utóbbi egy hétben se a YouTube, se a többi oldalaim komment szekciójába. Vajon miért? Valószínűleg, mert kérdezni nehéz. Valószínűleg, mert kérdezni kényes. Valószínűleg a tükörbe belenézni nem egyszerű. Mert amikor összevágom nektek a legújabb videómat, akkor néha szoktam inni önmagam egészségére. Itt, a kütyük között, elboronálva, egyedül. Ami egy választás. Egy demokratikus, szegény ógörögök választás. Most már lassan virtuálisan fogunk piálni is. Mindenki előveszi a kütyüt, kibontja a nedűt, és iszunk. Aztán majd pár ezer év múlva ott, fenn az Akosok krónikában valaki lejegyzi, micsoda tökélyre fejlesztették az egyedül létet, a magyarnak nevezett képződmény. De jól vagyok. Viszom az almalevemet. Máj tisztítás korán reggel, 5:00-kor. 02-kor. A szavak ideje már rég lejárt. Repüljünk el innen messze a tetemek párolgó büdös melegének felhajtó erejével. Mert mi is patkánnyá lettünk. Gyávák, dőzsölők, kis tudálékos hipokrita antikrisztusok, pogány ősökhöz visszasírdogáló gyászhuszárok. Igen, a nemre. Szépen maradt csendben karjaim, zuhany az ölembe. Zuhanva bámolom a hegyeken reppenő szellemtelen lelkeket. A bezárt mennyek létráján dühöngő ölebeket. A megoldás? A pokolra szállás. Mert legalább ott meleg van. Íg az a tűz, ami már kilobbant azokból, akik még most is hamisan zengenek becsületről, hazáról, magyarokról. Fóger Frigyes voltam. Egy szabad filmes. Vesz ez a telefon? Forog ez? De hol láttam én? Ja, szemüveg kérne. Na. Miután Egyiptomból visszajöttem néhány évvel ezelőtt, még a spanyolországi kis garázs stúdiómban, azon melegében készítettem egy beszámoló videót nektek. Kint van a neten. Megnézték. A csövesek lakóterepén YouTube. Úgy 10 000. Nem sok, nem kevés. Tegnap este letöltöttem és újra néztem, hogy mi újat tudok mondani azoknak, akik kérdéseket tettek föl, tehát senkinek. Hiszen már ott, a spanyolországi garázsstúdiómból, gyökeret zabálva a képernyő előtt, bocsánat, kamera előtt, amit édes gyökérnek hívnak és elhoztam onnan, hogy hát ha piálás helyett édes gyökeret éve inspirálhatok néhány embert, hogy letegye a sörös kancsót meg a pálinkás butykost. Hát,
Azóta a pálinkát édes gyökérrel iszom az egyiptomi rezervából. Azt hiszem, ez a Csövesek lakótelepén YouTube egyik legpusztítóbb önmonológ videója lesz. De nem baj, mert én az őszintességre szavazok. Nekem már mindegy. Megvolt a 20 év, mint szabad filmes. Megismertem egy kicsit a külső világomat. A belsőről ne beszéljünk. Szegény hambas. Neki is volt baja. És én alapvetően boldog vagyok. Mert van egy székem, egy fotelem, amibe kapaszkodhatok, miközben körülöttem záporoznak a kérdések. Nem. A múltban kotoráznak a délcek, pamuthuszárok, miközben lebegek egy letűnt világ kigent, kifent romjain. Figyelem, hogy a patkányok már nem lázadnak, csak mohón habzsolnak és utálnak. A szívükből utálnak minket, magyarokat. Ugyan már, a magyar már a magyart is utálja. A dőzsölés, a habzsolás ruhája már lefoszlani látszik, és amikor már nem lesz tele a bendő, és a paripák helyett az acél lóerők is lassan megrózsásodnak a seggünk alatt, akkor vaj hová fordul a patkányok gyülekezete? Inkább nem kérdem, de vannak tippjeim, és ezt már nem kell végignéznem. Hisz hamarosan kiöntöm mérgem. A mérget, amitől gyorsan felfordulnak, és üveges patkánytekintetek átszellemülnek, majd tiszta, nyugodt látássá dermednek. De még mindig rengetegen nézik, amiket kiteszek. Akkor most ez hogy van? Eltársak. Ez hogy van? Egy dolgot fog csak mondani. Így is már hosszú voltam, de ez egy jó terápiás adás lesz néhány alkoholistának szerintem, úgyhogy almalével kezdjük a napot. Aztán majd, hogy mivel fejezzük be, gyerekek, az már a nagy magyar valóság kérdése. Na, megérkeztem Egyiptomba. Hogy a kairói repülőtéren mi fogadott, és hogy léptem be? Két zsák kamerával a hátamon. Azt majd később egyszer máskor. De azt sose felejtem el, hogy amikor megértettem, hogy Kairó, mint köztudott, mint mindenki tudja, most már közel, lassan 10 millió ember otthona, és amikor megértettem, mint turisták százezrei látják azt, hogy a híres piramisok bizony már be vannak kerítve a tömbházak által, tehát összeolvadtak szinte. Ekkor a sofőröm, a testőröm, mögöttem állva, miközben figyelek a piramisok árnyékából, a sosem fotózott, sosem fényképezett ellenkező oldal felé irányában, ahol mit látunk? Egy gyönyörű, szocreál, betondzsungelt. Ekkor csöndesen megszólal
az előbb említett úriember, a testőr sofőröm, a hátam mögül is azt mondja, angolul, hogy hát igen, Mr. Fogel, ennyien lettünk. És ennek csak egy oka van. Felhúztam a szemöldökömet, és megfordulva megkérdeztem, hogy mire gondol. Azt mondja, hogy tudja, itt a Nílus. Az évezredek folyamán mindig ritmikusan kiöntött. És ilyenkor az emberek egy jó része elúszott. Elúszott a másik oldalra. Néztem rá, és akkor leesett a tantusz, hogy igen, azok megfulladtak. Úgy folytatta, hogy Mr. Fogel, voltunk mi olyan modernek és okosak, hogy nemrég megszabályoztuk a Nílus folyását. Nincsenek árvizek azóta. De ez van. És rámutatott arra, ami tényleg csak ilyen disztópikus science fictionekbe lehet látni. 10 millió ember. Na jó, elképesztő. És akkor elkezdődtek nekem a felvételek, természetesen azért egyedül, mert, mint mindig, mert a drága kollégák az utolsó pillanatban felhívtak akkor telefonon, hogy miután lelőttek 16 katonát Kairó közelében, ők inkább most nem jönnének velem. Tehát a bennük lobogó tűz, a világmegváltás minőségé alapján, hogy a kulturális kreatívok, meg a filozófikus steineri értékek, meg a többi dolog hirtelen elpárolgott, és Frici, menj egyedül! Elmentem egyedül, fölvettem mindent, amit tudtam. Jó anyag lett. Hát jöhettek volna velem a kollégák, de ez is egy jó teszt volt. És ez így van az új-zélandi, a mit tudom én, voltam én minden kontinensen már szinte, csomó anyagaimmal, ott vannak benne a lehetséges válaszok, a praktikus tudás, hogy hogyan lehetne túlélni a következő időket. Kell túlélni. Hogy ne csak pofázza mindenki. Végezetül szeretettel ajánlok mindenkinek egy könyvet, ami annól még nagyot ment, a 2012-es Maya kalendárium pánik hulláma előtt és környékén, meg előtte is persze. Egy könyv, amely azért úgy perspektívába rakja a nagy spirituális keresgélőknek a dolgokat, irodalmi művészi formában, mert egy asszony írta, na, feministák nyugi, asszony írta. De az egy igazi nő volt, nem úgy, mint ti. Szóval van egy vörös oroszlán nevezetű. Könyv, melyet Szepes Mária írt. És amikor én ilyen furcsa helyeken jártam a világban, és még járok, mert mindig járok, mert a Kárpátok bércei gyerekek, van annyi yeti arra is, mint az egyiptomi sivatagokban. Szóval a vörös oroszlánban sok minden benne van. Mária néni olvasta Rudi bácsit is, sőt, voltak ott dolgok, de nem olvasni kéne most, hanem filmezni. És ahogy mondta drága Imre bácsi, meg kéne emelni a seggeteket.